Üdvözlök ismételten mindenkit, itt vagyunk egy szerveren. Tudod, hívta föl a figyelmemet arra, hogy a Hellken csapata, szóval akik csinálták a Parker Paradise-t, meg a mi az Dimension Parkert, meg ezeket a csodálatos, igazából a Parker mappok alfáját és omegáját, csináltak egy új pályát, méghozzá a Parker Town-t. Ez nagyon érdekes pályának tűnik, és igazából az is, tegnap itt szórakoztam rajta, mint lehet látni, úgyhogy már párszor végigjátszottam ezt a pályát. Azért nagyon érdekes, megmondom nektek ezt az egészet, ugyanis létezik ebben egy ilyen shop. És a shopba tudunk vásárolni mindenféle segítséget. Értelemszerűen, hogyha először játsszuk végig ezt a pályát, akkor semmit nem tudunk venni, hiszen még nincsen ilyen coinunk. Viszont, hogyha másodszorra vagy harmadszorra, akkor már lesznek coinjaink, és tudunk venni úgynevezett rövidítéseket a pályához. Na most, én első körben a videóban szeretném nektek végigjátszani olyan gyorsan ezt a pályát, amilyen gyorsan csak lehet, amint lehet látni, hatalmas pályáról van szó, tényleg óriásiról, viszont nem egy útvonal létezik rajta, és még én se láttam mindegyiket, hogy láttam volna már mindegyiket, kb. Kétszer játszottam végig a pályát, mind a kétszer másik útvonalon, de egy csomószor találkoztam ugyanazzal a résszel. 512 másodperc volt, vagy hát nem tudom, hogy hogyan számolja másodperc, fene se tudja, szóval 512 alatt itt lehet látni, annyi idő alatt sikerült végigjátszanom, viszont most szeretnék egy újabb végigjátszást ebből, hogy lássátok ti is, szóval kezdjük el, mehetünk ezért felé, én ezt az útvonalat erre még nem jöttem, úgyhogy most erre fogunk menni, jó napot kívánok! Itt fogalmam sincs, de talán itt is lehet venni ilyen levágásokat, most igazából nem tudom. Mondjuk eléggé érdekes, hogy alapvetően miért mennék arra, opá, már itt is vagyok, tehát miért mennék lefelé, hogyha a pályának az a lényege, hogy minél följebb jussak. Már itt is vagyunk, nagyon jó, oké, hopp, itt fel, itt mondjuk erre. Oké, hát mondom, ezer felé lehet kanyarodni, ez akkor nagyon jó, hogyha összeálltok a srácokkal, és úgy játszátok végig ezt a pályát. De egyelőre én most ezt így egyedül szeretném végigjátszani, és mondom, lehet venni benne levágásokat, ugyanis vannak a játékban portálok, vannak a játékban TNT-zni való helyek, ahol ki lehet robbantani a talajt, meg talán lehet venni ilyen csizmácskát is, amivel pedig lehet így a felhőkön gyakorlatilag átugrálni. Mondjuk erre, hát ez mondjuk lefelé vezet, de mindegy, most erre jövünk, szevasz öregem. Nem tudom, hogy miért visszafelé, bakker, akkor ezek szerint mégiscsak. Például itt is volt rögtön az elején, hát ez nem az eleje volt amúgy már, tehát itt is volt egy, amit lehetett látni, egy portál, aminek segítségével ugye feljebb juthatunk a pályán. Hát ezt egyelőre még nem tudjuk állokkolni, de majd később, hogyha összegyűjtünk annyit, akkor majd végigjátszunk. Nem olyan hosszú amúgy a pálya, főleg úgy nem, hogyha mindenféle levágást megveszünk. Legalábbis nem tudom, nekem elsőre ilyen fene tudja, de nagyon, nagyon rövid idő alatt sikerült végigjátszani, mert látjátok, ez az 500 se olyan vészesen sok, körülbelül e körül szokták végigjátszani az emberek. Hát majd a következő körben veszünk mindenféle levágást. Itt nem tudom, megéri-e vonatba ülni vagy semmi, most vonatba megyünk. Ha jól tudom, akkor itt felfelé fog vinni, úgy is van, nagyon zsír. Hát igazából nem tudom, ezeket a felhőkön próbáltam átugrálni, de ugye ahhoz kéne a cipellőcske. Cipellőcském meg nekem jelenleg még sajnos nem áll módonban megszerezni, na erre se jártam még azt hiszem. Vagy igen, lehet, nem tudom. Nem annyira maradt meg a pálya. Igazából itt is választhattam volna, hogy két irányba megyek, hoppá, tehát az emeráldokon. Mondom, ez akkor nagyon fun ez a pálya, hogyha iszonyat sokan játszotok rajta, és akkor mindenki minden irányba tud menni meg ugrálni, nem kell egymást feltétlenül követni. Na most ez egy jó kérdés, hogy itt viszont merre kéne elkanyarodni, hát én most itt fogalmam sincs, hogy ez jó iránynak számít-e, de hát lehetett erre jönni, úgyhogy rossz irány csak nem lehet. Aha, nagyon jó, zsír. Fogalmam sincs már, hogy van ez a pálya amúgy, az őszintét megmondom, fogalmam sincsen, most nem tudom, hogy most jó irányba mentem, mert láttam egy checkpointot, de nem tudom, hogy most az arra le kellett, arra nem kellett volna leugranom, nem? Na jön a havas rész, hát csak nem kellett volna leugranom, mert ha leugrom, akkor elvesztem, mondja, hogy most erre megyünk, akkor elvesztem azt a lendületet, amivel jöttem. És akkor lehet, hogy visszafordult volna, vagy valami. Az sem biztos, hogy tudod, hogy most éppen előrefelé haladok a pályán, vagy hátrafelé. Már mondjuk elég egyértelmű, hogy
valószínűleg erre kell futni. Ugyanis hát arra megyek, amerre fölfelé tudok jutni, ez mondjuk pont ellentmond annak, ahogy indultam, mert rögtön az elején lefelé mentem. Itt majdnem leestem, de itt vagyunk, hellóka, jó, itt föl kell menni, gondolom ebbe a kis házikóba, és itt is van a Snake Parker. Jó, ez ismerős, itt már jártam párszor. Nagyon jó zsír. Ide például na, ezekre a helyekre lehet letenni a TNT-t, és akkor úgy lehet szét-TNT-zni a fejedet, és úgy találni levágásokat. Ami nagyon jó, hogy ugye visszaépül, tehát nem marad úgy a pálya, hogy erre legyen rontva. Szóval ennyi szerencsére van benne. Ennyi. Ennyi jóság szerencsére van a pályán. Ami egyeseknek jó, másoknak viszont fejvakarásra ad okot. Hopp. Júj. Ja, meg hát a pénz is megmaradt természetesen, a coinok, amiket összegyűjtünk. Hát én jelenleg 3-at gyűjtöttem össze, nem nagyon volt időm arra, hogy én itt coinokat gyűjtögessek, pedig amúgy nem rossz dolog az, hogyha tudunk venni egyre jobb dolgokat. Azt hiszem 7-be kerül a csizma, amivel tudunk menni a felhőkön. De azon kívül másra nem jó szerintem, tehát hogy azt csak oda tudjuk felhasználni. Na például itt. Honnan jöttem volna rá, hogy erre kell menni? Elindultam volna simán a másik irányba, és akkor egy csomó időt buktam volna. De hát, most ez van. Most mi erre akarunk menni? Erre is megyünk. Hopp. Hát itt nem kéne leesni, mert hogyha itt leesek, akkor nagyon messzire fog visszateleportálni. Jó, hát ez még annyira nem vészes. Jó, itt van egy sus ugrás benne ez. Oké, ez meg is volt. Itt van a checkpoint. Na azért mondom, mert nagyon rég volt már checkpoint, legalábbis én úgy emlékszem. Hellóka! Itt vagyok. Most fogalmam sincs, hogy jó irányba mentem-e. De erre megyek, úgyhogy most ez lesz a módi. Gondolom a fára fel, meg lehetett volna ott a lépcsőn is menni. Fogalmam sincs, mondom, annyira össze-vissza van megcsinálva ez a pálya, de közben mégis annyira zseniálisan van kitalálva, hogy olyan, mintha folyamatosan tévednél el, de amúgy meg ugye nem tévedsz el, hiszen minden tök egyértelműen meg van mutatva, hogy merre menj. El sem hiszed, hogy ezt így meg lehet csinálni. Na most tiszta olyan feelingem volt, mintha visszaugrottam volna ugyanoda, ahonnan jöttem. Menjünk akkor. Hello? Valaki elment. Valaki leesett. Még jó időben vagyok. Azt hiszem legalábbis. Most nem nagyon néztem szét a pályán, de úgy tűnik, hogy szerintem egész jó irányba mentem, és szerencsére kinyitották ezeket a csapóajtókat. Úgy érzem, most már közeledünk a végéhez. Itt ennyi nehézség van benne, ott van egy coin. Ezt azért csak felszedni, nem tudtam felszedni, mert már egyszer felszedtem. Akkor ezek szerint csak egy coint egyszer lehet felszedni. Hát ezzel sincsen túl nagy baj. Végül is logikus. Egy coin csak egyszer szedjen fel az ember. Jó, itt viszont vissza lehet itt ugrani, ez miért jó nekem, hogy itt vissza tudok ugrani, ez nem jó. Na például most! Látjátok, rossz irányba jöttem. Há, el is tévedtem. Vagy annyira nem? Hoppá. Na most figyelj! Hoppá, Rézi Miklós. Vajon itt ez lesz az az irány, amelyik a jó lesz nekünk? Az az irány. Itt is... Mint hogyha jártam volna már amúgy, nem? Vagy nem, mert ekkor még nem tudtam ennyire feljönni. Aha, és ez a vége. Ez mindig ugyanaz. A vége mindig ugyanaz, és sikerült mennyi idő alatt? 429! Javítottam az időmön, emberek! Viszont új coinokat nem találtam, ami eléggé szomorú. Szomorú, szamuráj! Na, hát új coinokat nem találtam, viszont most, hogyha már egyszer végig játszottunk, 7 minút és 9 sekund, A rankot meg is kaptuk. Hát ez zsír. A rankunk van, haver. Na, és tudunk venni TNT-t, vagy ilyen Flint and Steel-t, vagy itt van a Snowwalker. Aha, az kerül 2-be, nem is 7-be. Miről beszélek? Trident! Úristen, a Tridenttel mennyire OP-k lennénk. Na jó, vegyük meg a TNT-t. És ahogy eljövünk, ha minden igaz, nem kaptam vissza. Azt hittem, hogy a pénz az így megmarad, de ezek szerint nem. Na mindegy, lett most már legalább akkor egy TNT-nk, akkor ezt el is tudnánk használni. Én azt mondom, hogy akkor induljunk el, egy újabb nekivágás, egy újabb izgalom, és hoppá, ide le is tudjuk tenni. És itt fel is állokkoltuk ezt az irányt. Bármerre is vezessen, mi most erre megyünk. Köszönjük szépen, és látjátok, teljesen új környéket ismerek meg. Látjátok, itt még például előtte nem is jártam. Ez teljesen új. Nézd meg ez. Nem is tudom, hogy itt merre menjek. Ez ismeretlen vidék. Itt jöttem föl. Ha minden igaz, nem is olyan régen itt. Itt ugráltam fölfelé, jó, hát ezt ismerjük. Most megpróbálok másik irányba menni, jó? Megpróbálok másik irányba kanyarodni ott, ahol lehet. Például itt azt hiszem pont, hogy erre mentem. Az nem jó, várjál. Akkor csak azért, hogy
hogy rendben legyen minden. Rendben legyen, megkeresem a másik irányt, amerre lehet menni. Nézd itt erre. Erre ugráltam az előbb is? Fene se emlékszik. Az őszintét megmondva, a fene se emlékszik. Nem. Vagy igen? Na mindegy, majd találunk, még nem erre jöttem. Mert ezekre a hordókra erre emlékeztem volna, és szerintem nem ugráltam ilyen hordókon. Erre akkor. Aha. Ja, és akkor itt jöttünk ide vissza. Vagy jöttünk ide vissza? Ja, ezen is végigugráltam, ez is tuti fix, hogy itt voltam. Jó, itt szépen be. De erre. Érdekes, mert fogalmam sincs, hogy szerintem az előbb nem erre ugráltam, hanem arra tovább. Úgyhogy most erre megyünk. Hú, azért ez így durva lesz. Ez mi? A kis csészike. Akkor most erre menjünk. Most erre ugrálunk. Azért itt el lehet tévedni hamarost. Azért itt lehet keresni azért útvonalakat, mert van egy pár, ami így egy kicsit megmozgatja az embert, hogy újra meg újra végigjátsza a pályát. Itt vajon le lehet vágni másik irányba? Szerintem nem. Úgyhogy csak erre. Nem is levágások ezek, hanem inkább ilyen alternatív útvonalak. Az benne a zseniális, hogy alternatív útvonalak vannak. Mert nem levágjuk az útvonalat, hanem csak alternatívákat keresünk. Itt is biztos voltunk. Oké. Akkor most itt erre menjünk? Vagy erre menjünk? Vagy most mi van most itt? Az előbb arra fölfelé mentünk, hát most erre megyünk. Fogalmam sincs, hogy ez jó irány-e, de az előbb itt nem ide érkeztünk be, vagy nem tudom. Fogalmam sincs, ez teljesen ismeretlen vidék most. De itt már voltunk, oké. Szinte biztos, hogy erre. Mert erre ugráltunk már, és akkor következőleg, hogyha megvennénk a hócipőt, a hótapos hócipelőt, akkor arra tudnánk menni. És van újra TNT-m. Zsír. Most erre ugrálunk, mert erre még nem jártunk. Hopp, hopp, hopp. Kérdés, hogy megtaláljuk-e az új TNT-s útvonalat. Itt is van. Fogalmam sincs. Nem vagyok már erre ismerős. Az a helyzet, hogy nem vagyok erre ismerős. Ott van például egy portál, oda is fel tudunk menni. Hogyha lenne olyanunk, amivel persze fel tudnánk menni. Oké. Okay. Azért csak óvatosan megyek át, nehogy a végén problémába ütközzek. Fel. A zsír. Bár csak tudnám, hogy hol vagyunk. Mert egyáltalán ez teljesen... Fú, ez... Nagyon megkavart. Most nem tudom, hogy hol vagyunk. Mi ez az útvonal? Itt már voltunk vajon előtte? Vagy fene tudja. Várja, ide átugrunk. Aha, erre is jöhettünk volna. Fogalmam sincs, hogy erre mi van. Arra nézd. Itt van egy... Ó, bakker! Hogy ezt nem mondja, hogy itt ilyen van. Akkor erre csak akkor tudunk felmenni. Ó, de zseni. Akkor tudunk felmenni, hogyha megveszük azt a cipőt. És itt vannak ágyak, oké. Okay. Csak fölfelé. Reméltem, hogy ezen át fogunk tudni ugrálni, mert azért necces lett volna, hogyha nem. Ó, és ez is, nézd meg! Ez is kellett volna a cipellő. Aha, itt vonat van. Akkor itt erre megyünk, nincs vese. És itt volt valahol... Nem. Most ez teljesen másik vidék? Másik vidéket járunk? Mondom, teljesen új szakaszokat ismer meg az ember, hogyha ezt végigjátsza. Aha, erre. Nagyon jó. Itt erre nem is emlékszem, de erre emlékszem, itt jön majd a Snake. Aha, a Snake Parker. És ha jól emlékszem, ezután jött még egy szakasz, ahol lehet TNT-zni. Ott is van. Ott is van. Oké, nagyon jó. Akkor most megint egy új szakaszt ismerünk meg. Bakkerius. Ez zsír, leugrottunk. Na, megvan. Akkor itt ezt le tudtuk vágni. Nagyon jó. Hát ez zsír. És akkor képzeld el, hogyha még megvennénk a cipellőt, akkor is meg kéne keresnünk azokat a szakaszokat, ahova fel tudjuk használni. Zseniális ez a párkörpálya. Zseniális. A múltkor itt az előbb, itt felugrottam oda. Hát most nem odaugrunk, hanem itt tovább megyünk. Remélem lehet. És lehet, bizonyám. Bizonyítottan. Jó, erre. Oké, csak azért vissza kellett néznem, hogy nem-e hagytam el valamit, de ezek szerint nem. Akkor erre, itt erre mentünk, mert az előbb nem erre jöttünk, akkor most erre megyünk, értelemszerűen. TNT. Használjuk már ki az összes lehetőséget. És ez most mi volt? Ó, bakker, nem tudok visszamenni. Mert ott volt egy szakasz, amit meg tudtam volna, ott vissza tudtam. Ó, te! Jesus Christ! Itt voltunk amúgy? Nem rémlik ez a rész. Mindenesetre itt van egy coin, amit nem tudunk felszedni, de szerencsére itt tovább lehet menni. What? Várjál, mert... Ó, bakker. Na várjál, akkor újra, vissza a TNT-hez. Most akkor... Nem is baj, hogy így jött ki a lépés, nem is baj, figyeld. Nézd. Így is van, hát ezért volt ez a szakasz benne, mert itt le lehet vágni. És nézzük, egy akkora kört vágtunk le, hogy az hihetetlen.
Az idő ugyan nem lesz jobb, mi itt van még egy Snake Parker? Van még egy, vagy ezt is megcsináltuk? Nem csináltuk meg, ez csak egy Snake Parker volt, nem? Csak egyről tudok. Jó napot kívánok, mondok teljesen új szakaszokat, és még mennyi szakasz van, amit még nem ismertem meg? Erre. Nagyon jó, erre. Igen, már az előbb ott lent ugráltunk. Az volt a huncutság az egészben. Hopp, oké, átugrottunk. Na, és akkor a többi az meg rátok marad már, hogy felfedezésre. Kétszer végig játszom, nekem az dunszdig elég lesz. Oké, most már amúgy több időt futunk, mint az előbb. Szóval, hogy ez sajnos így van. Oh my god! Azért ez a kiugrás, ez epic volt. Sajnálom, de egyszerűen meg kellett hoznom ezt a döntést. Ezt is felszedtem? Nem, ezt még nem szedtem föl. Már 4 coinom van elvileg. Hogy a többi hol van elrejtve, azt nem tudom, ne kérdezzétek. A felhőre is felugorhatnánk, de sajnos nem. Hogy hát hogy ugorhatnánk fel a felhőre? És kérdés, hogy vajon ez az az irány, ami nekem a jó irány? Még egy vonat. Jó, erre már emlékszem. Ez megvolt. Ez itt megvolt, ez a vonatozás. Jó, itt, hogyha jól tudom, erre. Azért ezen el kell gondolkozni sokszor, hogy merre, nehogy a másik irányt válasszam, és akkor itt visszafelé haladjak. Kérdés, hogy most ez sokkal hosszabbnak tűnik, mint előbb. Lehet, hogy azért, mert itt most új szakaszokat ismerek meg. Felfelé. Aj, ott pedig megnéztem volna, hát ha van egy másik út. Na mindegy, most itt nézzük meg, mert az előbb nem erre jöttünk. Itt a fára fel lehet ugrani. TNT alert. Akkor itt le. Bakker, ne jöjj meg. Ott is van! Bakker! Nem mondja! Úristen, mekkora gonoszság ez! Ott a végén mekkora levágás, hogyha az összes cuccot összegyűjtöd, akkor ott egy hatalmasat tudsz levágni amúgy az egész játékból. Hallod, ez rendesen, az levágod a nagy részét, haver, menj már innen. Szóval, ja, itt nem lehet levágni sem erre. Mindegy, itt vagyunk. És akkor, hogyha jól emlékszem, akkor itt volt valahol a levágás, amit én itt az előbb megszereztem. Nézd, itt. Zsír. Oké. És akkor most nem megyünk el arra, mert nincs meg hozzá a cipőnk. Ne, bakker. Oké, semmi gond, meg lett. Fölfelé. Így. Oh my god. Teljesen új világ. Teljesen új szemszög. Teljesen új felfedezésre váró dolgok. És itt is vagyunk. Itt az előbb mennyit tekerektem, kavarogtam. És itt a vége megint. És teljesen másik, mint hogyha nem is ugyanaz a parkörpálya lett volna. Na jó, azért ne huncutkodjuk el, mert tényleg ugyanaz a parkörpálya volt, csak azért egy kicsit más. Na, hát ez zsír volt. Az a helyzet, hogy most rosszabb időt futottunk, mint az előbb, de semmi gond. Még rengeteg útvonal van, ami rátok vár. A pályát megtaláljátok a leírásban. Ez most B-rank lett, az előző jobb volt, ott nem terestem levágásokat, de higgyétek el, hogyha kiismeritek a pályát, biztos, hogy gyorsabb levágásokkal, mint annélkül. Szóval, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett ez a videó, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírást, ugyanis a nagyon menő pixelhősös zsír, de most cuccokat ott tudjátok beszerezni magatoknak. Továbbá a Csótányvadász harmadik része az összes többi két regényemmel együtt már a Libri könyvesboltokban is beszerezhető. Köszönjük, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Csácsú csőtészta! Thank you.